A Tisza közelsége az egyik legfőbb erényegáva Vencsellőnek. A 3500 lelkes település vezetése szeretné gazdaságilag és élhetőség szempontjából is kihasználni a kedvező földrajzi fekvést. A nagyközségre az elmúlt években az előregedés volt jellemző, a közeljövő fejlesztéseivel azonban arra törekszik az önkormányzat, hogy helyben tartsa a fiatalokat. Erről Berecz János, Gáva Vencsellő polgármestere beszélt 35 perc című műsorunkban. Nekünk mondom, mint önkormányzatnak az élhetőbbé tételt, az utak javítását kell egy kicsit előtérbe helyeznünk a közeljövőben, amelyre be is vonatva egy komoly pályázatunk. Tehát nagyon sok olyan mellékút, hogy úgy mondjam, lesz felújítva, amely eddig elmaradt a település életéből. Illetve hát a nagy bekötő útjaink, egy Nyíregyházatokkal egy összekötő főútvonalra rákött Varjulaposnál egy TS út, mi úgy hívjuk, csak régi TS út, tehát ennek a kiszélesítése, felújítása, amely az autópályát teszi majd elérhető közelségbe még jobban Gálvencselő számára. Az önkormányzat pedig ezzel párhuzamosan a turizmus fejlesztésére törekszik. Szeretnék ehhez a Tisza partot korszerűsíteni, és dolgoznak azon, hogy forrást kapjanak a Dezsőfi kastély felújítására. Ami viszont már biztosnak tekinthető, hogy még idén kerékpárút építése kezdődik meg, Paszab irányában lesz biztonságosabb a közlekedés. Ugyebár indul a Nyíregyházatokkal turisztikai tengely, mi is, mint Tisza menti települések, nagyon sokan erre próbálunk ráugrani, és hát vannak települések, akik már előrébb járnak, van, akik még most kezdik ezt a dolgot, mi már évek óta építjük ezt a vonalat, van egy komoly turisztikai tervünk, egy koncepciónk, a kicsit a Balsa-Vencsellő közötti területre koncentrálva, amely a településnek egy meghatározó szegmense, tehát ott van a kastély is, ott vannak a fő vendégházaink, ott van a János-tó, a kishajókikötő, és ezt a térséget szeretnénk turisztikailag még jobban megmozdítani. Messze vagyunk még a céltól, én úgy gondolom, de ahogy mondom, kockánként építjük fel. Gáva Vencsellő idén is színes programokkal készül a helyieknek és a turistáknak egyaránt. 4 színházi estet is rendeznek, augusztusban újra vízbe csobbanhatnak az emberek a Tiszai Challenge-en, a szintén augusztusi Krumpli Fesztivál pedig immár 24. alkalommal várja a vendégeket.